Óriási botrány tört ki a debreceni akkumulátorgyár pénteki közmeghallgatásán. A legtöbb helyi indulatosan kérte számon a főispánt és a beruházó cég képviselőit, mert a gyár építésével kapcsolatban késztények elé állították őket. A bekiabálásokkal tarkított vita tetlegességig fajult, amikor egy asszonyt valaki pofonvágott a tömegből. Közben a katasztrófavédelmi hatóság zöld utat adott a beruházásnak. Uram, úgy vizsgálják ezt az üzemet, mint Sziget közben a Dunai erőművet, ami nem épült meg, úgy vizsgálja? Fizetett kártérítést valamikor valakinek? Ezt a kérdést tette fel torka szakadtából ordítva a közmeghallgatáson megjelent főispánnak az egyik tiltakozó. Azonban konkrét választ nem kapott kérdésére. Egy másik elégedetlen lakos pedig azt kérdezte a főispántól, hogy miért nem adnak választási lehetőséget a magyar embereknek, és miért késztényekkel szembesítik a debrecenieket a CITL beruházással kapcsolatban. A miniszterelnök úr azt mondta, hogy aki videófelvétel van róla, köznyilvánosan a YouTube vagy YouTube, kinek hogy tetszik, arra rajta van, hogy aki nem a népet szolgálja, az el kell küldeni. A főispán próbálta megnyugtatni a helyieket, hogy az engedélyezési folyamatnál a hatóság figyelembe fogja venni a megjelent tiltakozók véleményét. Kötelessége figyelembe venni, és a döntésben, ami megszületik, kötelessége a így beérkezett észrevételekre a reakciói írásban rögzíteni. Semmi nem száll a szélben, mint a füst. A fórum alatt azonban már arról jelentek meg hírek, hogy a katasztrófavédelem zöld utat adott a beruházásnak. Erre válaszoljon! Ő is válul! Rengeteg debreceni költözött a nyugodt élet reményében Mikepércsre. Sokan a most épülő gyár helyének közelében építettek új családi házakat. Sokan úgy érzik, ezzel a beruházással tönkretették az egész életüket. Megépítik álmaik házát, létrehozzák álmaik családját, és most egy kicsit kényszerhelyzetbe érzik magukat, hogy ha ezt megtették, és erre kaptak lehetőséget, hogy ezt tegyék, akkor most valóban meg lesz ez az egészséges környezet, vagy el kell költözzenek, hiszen így csapdában vannak, hogy adják el a házukat, hova költözzenek. Az LMP a vízbázisért aggódik. Azt állítják, a gyár működése annyi vizet fog felemészteni, hogy az veszélyeztethet a vízszolgáltatást a vármegyeszékhelyen és annak környékén. A legfontosabb kérdés, hogy milyen módon lehet megóvni a vízkincsünket, és milyen módon képzelik el egyébként a beruházók, illetve a kormányhivatal, hogy a vizet ehhez a gigantikus gyárhoz biztosítani lehet. Délre az indulatok már odáig fajultak, hogy egy nőt meg is ütöttek a teremben. Az álláspontok azonban egyáltalán nem közeledtek a meghallgatás alatt.